December 7 th Tazi Ma hajnalban a I have a dream. Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok. Én pedig Tündi. A mai adásunkban pedig a bányászaktákról fogunk beszélni és a téma pedig onnan jön, hogy én szülinapomra hugomtól kaptam egy könyvet, ő Cserényi Zsitnyányi Ildikónak a Akna című könyvét, ami volt a mai adásunknak az egyik apropója, és az adásunk alapját is ez a könyv képezi. Valamint a boszorkánypereknél is egy kicsit szóba jött ez a téma. Igen, ahogy a boszorkányperek adásnál is mondtuk, hogy ott ugye a boszorkányperek egy kicsit hasonlítnak a koncepciós perekhez annyiban, hogy igazából kitalált indokok, hamis tanúk, öm, kimva, hát, jó, kínvalatások, tehát hogy mi Na mindegy, szóval a lényeg az az, hogy mi tudtunk párhuzamot vonni a kettő között, és öm, akkor az így megmaradt a fejünkben ez egy koncepciós per, és akkor arra gondoltunk, hogy erről majd készítünk egy podcast adást, és hát most eljött a, az idő. Igen, Hát ugye pont az a, az érdekes így a párhuzamban, hogy ugye mondjuk az 1700-as években mi történt, és eltett 300 év, és ugyanezek megtörténhettek a 20. században is, és ez az a megdöbbentő, hogy Magyarországon ilyen események történhettek még egy 70 évvel ezelőtt is. Az első 1947-től meginduló nagyobb perek, elsősorban kirakat perek voltak, politikai és gazdasági céljuk az államosítás, a stratégiai fontosságú iparágak és az ezekhez kapcsolódó nagyvállalatok állami tulajdonba vétele volt. Ezen kívül sok más fajta per is volt, mint a feketevágás, amit legtöbben talán a tanúcímű filmből láthattatok, vagy ismertek is. De volt olyan is, hogy a beszolgáltatási kötelezettséget mulasztotta el valaki. Azaz például nem adott elég búzát az államnak, vagy voltak olyan perek, amik a tervgazdaság elleni büntetként indultak. Vagyis lényegében mindenki reakciósnak számított, aki nem a kommunista párt gazdaságpolitikáját szolgálta ki. Ezekben a perekben olyasmikkel vádolták az embereket, mint például hűtlenség, ipari kémkedés idegen hatalom kiszolgálása, a magyar népgazdaság megkárosítása, ipari szabadalom külföldre csempészése, és még sokféle dolgot találtak ki, tehát igen, csak kreatívak voltak a, a, vádlók. Tündivel nem vagyunk jogász szakértők, de annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy már jó ideje működik az ártatlanság vélelme elv, ugye ami annyit jelent, hogy mindaddig, amíg be nem bizonyítják a vádlatról, hogy bűnös, addig ártatlannak kell tekinteni. Hát, a rákosi korszakban nem erről volt szó, ott ez a kérdés megfordult, és a bűnösség vélelméről beszélhettünk. Azaz, te mindaddig bűnös voltál, amelyik be nem tudtad bizonyítani az ártatlanságodat. Persze ez még hozzájött a fizikai erőszakkal kikényszerített beismerő vallomás, amivel már rögtön el is tudtak ítélni. Fontos még beszélnünk egy új törvényről, ami 1947-ben az első három éves tervvel született meg. Ez a törvény gyakorlatilag a három éves terv védelmére szólt, és ennek a hatodik paragrafusa szerint halálbüntetéssel sújtható az, aki valamely, valamelyik gyár, bánya, közlekedés, vagy nagyobb mezőgazdasági üzem, vagy hasonló fontosságú üzem ellen követel rongálást, aminek rendes működése bár csak ideiglenes is, de megbénul. Összességében 1944 és 1964 között 93 műszaki és gazdasági tisztviselőt vagy bányamérnök hallgatót zártak ki, tartozottak le és ítéltek el. Ahhoz, hogy képbe kerüljünk egy kicsit, beszélnünk kell az akkori bányászati helyzetről. Ugye a második világháború utáni években járunk. A szénbányák többségének a területe hat vált a háború alatt, ezért a széntermelés, az előkészítés és a vízveszély elleni védekezés szünetelt. Ezek miatt a háború végére a bányamezők nagy része víz alá került. 1945 után megkezdődött az aknák víztelenítése, de gyakorlatilag a vízbetörések még évekig problémát okoztak a bányákban. Jó hír volt viszont, hogy a bányászatot kevésbé érintette a gépek és berendezések leszerelése és nyugatra szállítása. Ugye itt a trianoni ö, adásunk alkalmával lehetett látni, hogy mennyi mindent elvittek az országból. Ugye ami nem van a föld mélyén, azok azért nehezebben mozog, mozgathatók, úgyhogy ilyen szempontból a bányászat, bányászatot nem érte akkora kár, mint a többi iparágat. A szénbányászat iparága nagyon meghatározó volt abban, hogy az ország minél hamarabb érje be magát a lemaradásban, így próbáltak minél több energiát fordítani az iparág újraélesztésébe. Ez nem volt egyszerű, hiszen problémát okozott az is, hogy a bányamunkások egy jó részét elvitték hadi munkára, és ők később nem kerültek vissza. Sőt, az 1945 utáni nagy államosítások sem segítettek a helyzeten, hiszen az addigi vonzónak tekintett szolgáltatások, amik a magánkézben lévő cégeknél megvoltak, azok az államnál megszűntek. Ilyenek voltak az adókedvezmények, a kiöregedettek, özvegyek és árvák segélyezése például. A fiatalabb korosztály inkább kereste a helyét a kevésbé veszélyes gyáriparban. Tehát a bányászat helyett ők inkább a gyáriport választották, mert ott kevésbé volt rizikós az ember élet. Igen. Amikor készültünk az adásra, akkor azon gondolkoztunk el Tündivel, hogy a bányászak köszöntése, az, hogy jó szerencsét, ez mennyire kifejező, és mennyi, mennyi mindent magába foglal ugye a bányászathoz nem elég a tudás, a kitartás, a bátorság, ezekkel mind semmire nem mész, hogyha nincs szerencséd, és mondjuk egy gázrobbanásban meghalsz. Nem tudom más, szakmák milyen, más szakmákban milyen szlogenek vannak, de a bányászoké nyíltan hirdeti magáról, hogy ez a világ egyik legveszélyesebb munkája. Van egy barátnőm, aki itt Dorogról származik, ezután is üdvözlöm Bogit, és ők az iskolában, ugye Dorog egy bányászváros volt, ők az iskolában így köszönnek, hogy jó szerencsét. És ez nekem tökéletes volt. Ugye hát én egyházi iskolába jártam, szóval nekünk is ilyen sajátos egyedi köszönésünk van, tehát így minden iskolában nagyjából így a templomi köszönésekkel, vagy köszöntésekkel szoktak köszönni. És a, a, ebben a, az iskolában, ahol a Bogi járt, így a dorogon, ők pedig jó szerencséttel köszöntek. Tehát, ahogy előbb említettük, az országban viszont nagy károkat szenvedtek más iparágak, mint például a vasúthálózat, ami nagy hatással volt a szénipar beindítására is, hiszen nehéz volt megoldani a szén szállítását. Az ország 2800 mozdonyából csak 450 maradt meg, 45 ezer teherkocsiából pedig csak 7 ezer. Viszont ezeknek jó részét még, még a Vörös Hadsereg vett igénybe a katonai szállításokra. Plusz még ott volt a jóváltételi igény, amit a nyertes hatalmaknak kellett fizetni az országnak. A tartozások jó részét pedig, mivel nem volt pénz, ezért áruszállítással és részben a kitermelt nyersanyagokkal lehetett biztosítani. Azután a háború lezárását követően egy évvel az országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el a szénbányászat államosításáról szóló törvényt. Persze az egészre még rátett volna egy lapáttal, hogy a svábokat elkezdték kitelepíteni, akik jellemzően gyakran dolgoztak bányákban. A bányák igazgatói nagy tiltakozásba kezdtek, aminek hatására mentesültek a kitelepítés alól azok a sváb családok, akik bányászként dolgoztak. Az első jelentősebb per már is 1945. áprilisában kezdődött, tehát éppen csak a csodálatos felszabadítás után. A Salgó Tarjáni Kőszínbánya vezérigazgató helyettese, Korompai Lajos ellen folyt a per, Melyet két egyszerű bányamunkás terhelő vallomása robbantott ki. De mégis kik voltak általában ezeknél a koncepciós pereknél a tanúskodók, akik ugye a vádlottak ellen vallottak. Szinte minden esetben olyan munkások tanúvallomásait olvashatjuk, akik nyilvánvalóan nem értettek a szakmai problémákhoz ezért elsősorban a munkakörülményekről, a szakmai vezetők politikai beállítottságáról, politikai megnyilvánulásairól, de gyakran egyéni sérelmekről, személyes ellenszembükről vallottak. Nyilván egy igazságos bíróság ezeket az eseteket kiszűrte volna, de itt erről szó sem volt. Korombai ellen a főbb vádpontok arról szóltak, hogy a munkásokkal szemben antiszociálisan viselkedett. Ha ezt veszük, akkor ezek alapján sok mindenki ki lehetne rúgni hát igen, az állásából. Igen. Emellett felrúgták neki azt is, hogy a németek kivonulásával több bánya és tisztviselő elhagyta a munkahelyét, de erre nem volt semmilyen bizonyíték. Rögtön még bárminemű tárgyalás előtt az illető elveszítette az állását, valamint saját és hozzátartozói nyugdíjjárulékát is. Természetesen ebben nem akart korompai be belenyugodni, így fellebbezett az ügy kapcsán, melyhez csatolta a műszaki szakember barátainak cáfoló nyilatkozatát is. A bíróság a csatolt adatokkal nem foglalkozott sokat, egyszerűen kijelentette, hogy semmilyen befolyásoló hatással nincs az ügy kimenetelére. Azok nélkül is pontosan meg tudják állapítani, hogy mi történt valójában. A vádolt korompai így nyilatkozott az ügyről. Végzett munkáimról nem kívánok szólni, ezeknek maradandó nyoma maradt Csalgó Tarjánban, Várpalotán meg Darogon, de meg kívánom említeni, hogy ez alatt a 27 esztendő alatt mintegy 15 ezer ember dolgozott a kezem alatt. Ha angyal lettem volna, úgy is akadt volna a sok ezer ember között egy néhány, akinek ügyét, baját nem tudtam kívánsága szerint elintézni, bennem látta a hibát, a rossz indulatot, mint Kisházi János is, az egyik salgó Tarjáni tanú, aki szoptatási segélyt követelt. Nem kért, mert ittas volt. Szóval szoptatási segét követelt halva született gyermek után, amit természetesen az akkor érvényben lévő oti szabályok szerint nem lehetett megadni, és így bár a segély helyett kb. 36 pengő volt a segély, 20 pengő vállalati segélyt utaltam ki részére, mégis ellenem tanúskodott, és már akasztófán szeretett volna látni. Idézet vége. Korampai végül elkerülte az ítéletet, mivel rájöttek, hogy fontosabb a munkája annál, hogy gyárítjék és elhelyezzék a munkájából. Későbbi szaktársai pedig, hát sajnos nem voltak ennyire szerencsések. Akikről most majd még beszélni fogunk. Egyébként szerintem egészen megdöbbentő az, hogy valaki mondjuk, nem tudom, sérelmezik 16 tengővel kevesebbet kapott, és ezért képes, képes valakit így bemúszerolni. Hát eléggé kicsinyes. Hát én izálás. azt gondolom, hogy a ma, ma, manapság, mi ugye még fiataloknak is számítunk, mi nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy ott az akkori csengőfrász, meg az akkori világ hogyan működhetett, ez a szomszéd besúgása, ilyesmik, tehát ez számunkra elképzelhetetlen. Mm. 1946-ban eljutottak addig, hogy már rendszeresen tudtak fizetést adni a bányászoknak, viszont még mindig nagyon messze álltak a kitermelés szempontjából az 1945 előtti időszakhoz képest. A termelés csak a létszám növelésével lehetett elérni, viszont Rákosi... Ezt a meglévő szakmai elit mesterséges felhig, felhigításával akart elérni, és mintegy 300 ezer új szakképzetlen munkás bevonásával. Azonban a létszám mellett volt egy másik nagy probléma a szén minősége. A háború alatt és utáni időszakban ugyanis szinte minden bányában a könnyen lefejthető területeken dolgoztak. Mivel elhanyagolták az előkészítő munkákat az újabb, nehezebben bányászható területeknek, ezért a kitermelt szén általában rosszabb minőségű volt, mint korábban. Ez a probléma nagyon sok szabotásperben visszaköszönt, és a későbbiekben nagy problémát jelentett. Hiába növelték a kitermelés mennyiségét, a kitermelt szén minősége messze elmaradt tehát az elvárásoktól. 1947. augusztus 1 megindult a három éves terv, melynek a részleteit az Országos Tervhivatal dolgozta ki. A cél az volt, hogy elérjék az 1938-as termelés szintjét, korszerűsítsék az iparágat, és javítsák a kitermel szén minőségét. A jelentős szénhiány miatt a legnagyobb beruházási összegeket a borsodi szénmedence fejlesztésére irányozták elő. Azonban az ottani könnyen fejthető szén nem volt jó minőségű. Magyarán, mivel a három éves terv nagyon szűk határokat szabott, ezért nem a bonyolult, sok befektetéssel járó, jó minőségű szén kibányászására ö, fektettek energiát, hanem a gyorsan realizálódó, de rosszabb minőségű szén kitermelésére. Tehát hiába akartak javítani a szén minőségén, igazából a szűk határidők miatt ö, nem tudtak hogy hát igazából nem volt reális ez a, ez a, ez a célkitűzés. Igen, tehát ezt ha egy általános munkahelyet képzelünk el, akkor ezt kb. úgy kell elképzelni, hogy, hogy neked tanulnod kell ahhoz, hogy, hogy nehezebb feladatokat is meg tudjál oldani, de a főnököd állandóan annyi ilyen adat rögzítés, vagy hogy mondják, adminisztrációs feladattal lát el, hogy egyszerűen nincsen időd arra, hogy a komolyabb feladatokba belevesd magad. Ez nem tudom, mennyire volt szemléletes. Szerintem az volt, és nem is annyira életszerűtlen, szerintem sajnos. <laughs> Igen. Maga a három éves terv is egészen nevetséges volt annak kihirdetése nem volt egységes, nem lehetett a pontos tartalmához hozzáférni, így volt olyan bányaigazgatóság is, aki csak a terv bevezetése, bevezetését követően két hónappal értesült annak pontos tartalmáról és elvárásairól. Összességében elmondható, hogy a három éves terv sikerre járt, és teljesítette az elvárásokat, ráadásul két év öt hónap alatt sikerült teljesíteni, viszont a kitermelt szén minősége az rossz volt, és a fejlesztésekre nem szánt elég időt. A fejlesztések hiánya így, és a felderítések hiánya viszont megszabta azt, hogy milyen lesz a következő év, azaz az öt éves tervnek a minősége és a teljesíthetősége. Amúgy nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Szocialista Mémgyár című Facebook oldalt, vagy már Instagramon is vannak egy jó ideje, és uh, hát igazából szoktak ezzel így viccelődni az ilyen öt éves, három éves tervekkel. Mert amúgy tényleg valahol nyilván, nem tudom, egy sötét időszak, pont emiatt a koncepciós perek miatt, de azért valahol egy kicsit ilyen sírva nevetős is, tehát így, így utólag meg persze pláne, hogy látjuk, hogy mennyi értelmük volt. A következő öt évre pedig elkészült az öt éves terv, amely a következő világháborút vizionizálta, így a legfontosabbá a hadipar kiszolgálása vált, és az eddig jellemzően mezőgazdasági berendezkedési országból megpróbáltak egy ipari országot kovácsolni. Az első ötéves terv a magyar gazdaság történetének legirreálisabb középtávú terve volt, amely a gazdaságban súlyos aránytalanságokhoz és az életszínvonal jelentős visszaeséséhez vezetett. Miután a három éves terv két és fél év alatt teljesítette az elvárásokat, ezért itt már mertek nagyban gondolkodni, és a széntermelés megduplázását tűzték ki célul. Az egyes bányamedencék kitermelését eltérő mértékben határozták meg, melyek közül a legdominánsabb az a mátraaljai fejlesztés volt, ahol 1300 Százalékos fejlesztési összeget szavaztak meg a térségnek. Ezzel várva csodát ettől a régiótól. A propaganda persze kiszolgálta az állami igényeket, és próbálta népszerűsíteni a bányászok életét, ami részben sikerült is. Viszont szigorúan vették azt is, ha valaki el akar csábítani más munkahelyre, eredetileg bányában dolgozó munkásokat, ezeknek az embereknek fél év börtön járt. Tehát mondjuk egy akkori fejvadász, az lehet, hogy bányászokra annyira nem szakosodott. Persze voltak rögtön az öt éves terv kihirdetésének idején olyan szakemberek és bányaigazgatók, akik nyíltan vallották, hogy az elvárás irreális, nem kellett sokat várniuk, és menesztették őket munkahelyükről. A korszerűsítés mellőzése, a túlerőltetett termelés és a szakképzetlenség sajnálatos módon tragikus balesetekhez vezetett. A bánya szerencsétlenségek közül a legsúlyosabbak Bremberg bányán történtek, ahol egymást követő évben haltak meg 16-an, majd 6-an. Dorogon pedig egy bánya tűzben 31 munkás hunyt el. Nem meglepő módon ezeket a szerencsétlenségeket nem lehetett azzal magyarázni, hogy túlerőltetett a termelés, vagy hogy nincsenek korszerű eszközök a termelésre, ezért más bűnbakokat kellett keresni. Az ügyvizsgálta során őrizetbe vették Ládai Jenő bányamérnököt, akiről azt állították, hogy amikor elöntötte a füst a bánya területét, akkor kivárt és csak később intézkedett. Később, mivel nem álltak rendelkezésre megfelelő bizonyítékok, felmentették őt. A koncepciós perek száma megnőtt az 1948-as évtől, sőt, 1950-ben a tervgazdaság védelmében új törvényt hoztak, mely szerint akár elítélhető volt, aki a tervgazdaság megvalósítását bármilyen formában akadályozta vagy veszélyeztette. A politikai rendőrség nyomozása általában egy szabotásról vagy balesetről szóló jelentéssel kezdődött, és gyakran kiderült, hogy a vádlott személyeket már évek óta megfigyelik, ráadásul legtöbbször a műszaki értelmiség azon személyi kerül körül kerülnek ki a vádlottak, akik már a háború előtt is vezető pozícióban voltak. Az előbb említett Bremberg bánya más szempontból volt érdekes. Ez a kis település Sopronnál található a Magyarország határ mellett, és Magyarország egyik legjobb kőszínbányájának tartották. Viszont volt vele egy nagy gond, egyes járatai Ausztriába vezető föld alatti utakként szolgáltak. A nagyarányú német lakosság kitelepítése megkezdődött az államosítás után, de egyértelműen nem volt az állam énnyire, hogy a bánya ennyire a határhoz közel húzódik. Az itteni bánya szerencsétlenség következtében Bremberg bánya kiesett a termelésből egy hónapra. Gyorsan kerestek is két műszaki vezetőt, akit okolni lehetett a hibákért. Mivel nem álltak rendelkezésre bizonyítékok, ezért felmentették őket, viszont az AVH, mielőtt még jugerőre emelkedett volna a felmentés, az egyik vezetőt internálta és kis tartsára helyeztette. Az indoklás így szólt. Mivel a nevezet a hatásában él, értelmiségi foka olyan, melyel fel tudja mérni bűnösségének súlyát, továbbá mivel Németországban rokonai nagyszámban élnek, szökésétől erősen tartani lehet. Ügyének további intézéséig nevezett internálását javaslom. A pert követően nem működött sokáig a bánya, mivel 1951-ben politikai döntést hoztak a föld alatti átjáró és a bányőzem bezárásáról. Hiába volt még nagy mennyiségben jó minőségű, kinyerhető szén, a politikai döntés fontosabb volt. Habár műszakilag nem volt indokolt, de az állam a bezárás mellett döntött, hiszen nem akarta, hogy legyen egy közvetlen átjáró Ausztriába. Ráadásul a Brember bányán élő német ajkú lakosságot is szét akarták szabdalni, így őket szétszórták az ország belső területein lévő bányákban. Egyébként én a családdal gyerekkoromban jártam itt, sőt egy bányamúzeumot is megnéztünk. Sok mindenem, mondjuk nem emlékszem, viszonylag kisebb voltam még, viszont aki erre jár, ez ugye Sopronhoz közel van Brembergbánya. Annak mindenképpen érdemes meglátogatnia, nem csak a bánya miatt, hanem azért is, mert itt található az ország egyetlen templom kocsmája. A főtéren van egy egészen nagy templom, aminek az oldalában nyílik a kocsma. Elég érdekes, és ilyen nincs máshol az országban. Tehát, hogy egy épületen belül van a templom és a kocsma. De ez egy működő templom? Ez egy működő templom. Tehát templomként működő templom. Igen, és kocsmaként működő kocsma. Jó, kész fura. Na, majd megnézzük. Egyébként mi voltam, nem nemrég, akkor miért nem néztük meg? Na, mindegy. Térjünk át az ország egy másik bánya területére, és beszéljünk egy kicsit az ottani helyzetről is. Pécs bányán több baleset is történt 1948 és 50 között, melyek egyszerű balesetek voltak, viszont az AVH szándékosságot vélt felfedezni, és 1950-ben meg is gyanúsították a bánya vezetőségét, és négy szemét vettek őrizetbe. Az eset hasonló volt a többi másik esethez, azonban egy dolog miatt mégis szeretnénk ezt a példát kiragadni, mégpedig azért, mert itt az a Komlós János, későbbi újságíró, humorista, kabari igazgató folytatta a vizsgálatot, aki akkoriban még a Baranya megyei AVH-nak volt a vezetője. Ugyanez az ember fedőállásban helyezkedett el 1956-ban, mint a külkereskedelmi minisztérium protokollosztályának a vezetője. Már első hangzása is gyanús, hogy mit csinálhatnak volna a protokollosztályon. Minden esetre Komlós János egyközben az államvédelmi hálózatnak dolgozott, később a magyar nemzet és a népszabadság kulturális rovatának lett a vezetője, szóval elég színes karrierje van, nekik mondhatjuk. Ami megdöbbentő, hogy hát ugye új szerepelt a szilveszteri kabarék Rivalda fényében, hogy előtte pár évvel még kihallgatásokat vezetett különböző ávós központokban. Komlós János élt különböző módszerekkel, mint például az alvás megvonása, éjszakai kihallgatásokkal, testi fenyítéssel, fogdaügynök alkalmazásával és sötét zerkával is. Gondoljunk bele, hogy milyen lehetett azoknak, akik, akik aztán viszont látták a tévében viccelődni azok, azt az embert, aki korábban megkínoszta őket így. Ez szóval elég furcsa. Nem, ez, ez tényleg nagyon furcsa, hogy hogy hogyan lehetséges ez, hogy egy olyan országban éltek mondjuk a szüleink, vagy a nagyszüleink, ahol ez lehetséges volt. Igen. Hogy mókázott a tévében egy olyan ember, aki tíz évvel előtte meg embereket kínzott meg a, nem tudom, az AVH pincében. Jó, ez nagyon, nagyon, nagyon um, fura meg igazából az ő személyiség is nagyon fura lehet. Most egyébként nyilván én nem tudom, nem szeretek emberek feltételkezni, de ez de egy nagyon érdekes személyiség lehetett ez az ember, hogy így ez a kettő így megfért benne. Mert még ugye ez a kulturális sovat vezető, én nem tudom, mit csinált még. Igen, egyébként az interneten azt lehetett olvasni, hogy ő volt az egyik olyan ember, aki megteremtette a magyar kabarénak azt a műfaját, ugye ami a rendszerváltás előtti műfaj, amikor már ő ilyen burkoltan lehetett kritizálni a rendszert és nyilvánvalóan azt érezzük, hogy csak olyan ember tudja és kritizálhatja magát az államot, vagy az állam működését, aki azzal jó kapcsolatot ápol. Tehát, hogyha te oda mész, és mondjuk az utcán kiosztod a, nem tudom, a kádárt, hogy hogyan működik ez a rendszer, milyen szegények vagyunk, akkor ö, akkor az emberek furcsán néznek rád, és valószínűleg le is csuknak, de hogyha te egy ilyen... Ő, úgymond beépített ember vagy, akkor te már nyíltan ő, poénkodhatsz ezzel. És ugye egyébként Hofi Gézának is ő, viszonylag hasonló volt a humor, -a. tehát azért hogy burkoltan ő, tolta a rendszerkritikát. De hogy hát ennek, nem is olyan Igen, nem is olyan burkoltan, de hogy ennek az egésznek elvileg a alapítója, vagy aki ezt elkezdte, az a komlós volt. De hát ő, tudjuk, hogy milyen alapokkal rendelkezett és milyen kapcsolatai lehettek, úgyhogy valószínűleg nem volt mitől félnie. Szóval visszatérve, az AVH kiemelten kezelt ezt a Pécsbányai Pécs ügyet, így felszállították a gyanúsítottakat magához Péter Gáborhoz is, az András út 60-ba az AVH akkori vezetőjéhez. Itt egy újabb rövid kitérítőt kell tennünk, ugyanis valószínűleg szinte mindenki látta a híres Bacsó Péter filmet, a tanút. Ebben a sokat idézett filmben Virág az magát Péter Gábort testesítette meg. Ő kinézetre is egyébként próbáltak egy hasonló karaktert megformálni. Az internet egyébként egész sokat lehet találni a tényleges és valós párhuzamokról. Viszont ha kétségénk lennének afelől, hogy Bacsó tényleg Péter Gábor próbálta mintázni, ott van az egyik első jelenet, amikor Pelikán József találkozik a híres virágelvtársra, és Péter Gábor köztudottan szabó segédi küzdötte fel magát egészen az ABH igazgatói székéig, viszont szabó mesterségét nem tudja megtagadni a jelenetben úgy üdvözli Pelikán elvtársat, hogy annak kisé viseletes zakójáról első ránézésre megállapítja, hogy azt 1938-ban varták, angol szöveg, 85%-os gyapjú, és válla ugyan kisé túl van tömve, de hajtókája azért jó. Nem is csoda, hogy az 1969-es filmet betiltották, és egyébként csak később letett ezt a filmet ő megtekinteni. Szóval visszatérve, Péter Gábor is megfenyegette őket, hogy vallják be tettüket, de a vádlottak makacsul tagadtak. A szakértői véleményt kiállító műszaki bányamérnök pedig nem mert megjelenni a tárgyaláson, tehát aki tanúskodott volna a vádlottak ellen, mert félt a szembesítéstől, és csak táviratot küldött, miszerint lázas beteg, és ezért nem tud megjelenni a tárgyaláson. Ez az örök kifogás. Ó, <laughs> oh, vagyok. Az eleinte nyilvános tárgyalásból vég, végül nem lett semmi, mivel a hatóságok is érezték, hogy a kirakat per vágyai nem állnak elég acélos lábom. Így jobb, hogyha zárt körülön tesznek pontot az ügy végére. Az ítélet eleinte a kasztófa általi halál lett volna, amit aztán megváltoztattak fegyházbüntetésre. Egyébként egészen megdöbbentő az, hogy, hogy ezeknél a pereknél felmerült az, hogy halára ítéljenek embereket. A vádok alapján. Igen. Hát igen, és igazából azt nem tudjuk elképzelni, nyilván ti sem, vagy hát ugye elég, elég érdekes, hogy akik, ugye részt vettek ezekben, az, ezekben a perekben, hogy ők így hogy számoltak el a saját lelki ismeretük, hogy azért így nyilván ők is tudták, hogy hogy amit mondanak, hogy mivel vádolják őket, az, az nem igaz, vagy, vagy nem valós is, hogy ez egy halálbüntetés azért ez az eléggé, és hát az legszigorúbb büntetés ever, de miközben a fegyház se semmi. Tehát mondjuk megfosztani egy embert a szabadságától, hogy az vádok alapján ez, ez, is, ez, is, Igen. borzasztó. Igen, tehát mondjuk a tanúskodó, vagy a bíró, meg akik részt vettek ezekben a összeállítás van ezeknek a pereknek az összeállításában ők vajon volt valaha ismert fúdulásuk azért, hogy Na mindegy, ez Szerint... lehet egy költői kérdés. Nem, szerintem egyébként biztos, hogy volt. Csak én úgy tudom elképzelni, amúgy, és nyilván ez nem mentség nekik, csak én úgy tudom elképzelni, mint amit a boszorkánypereknél is szóba került, ott a szállami boszorkánypernél. Ez egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy, hogy lehet, hogy az emberek úgy voltak, hogy inkább, inkább belemennek, és inkább vádolnak, mint sem, hogy őket vádolják, tehát, hogy inkább így ki akarták szolgálni ezt a rendszert, csak hogy őket, őket hagyják békén. Mert nyilván szerintem tudták azt, hogy mondjuk ártatlan embereket vádolnak meg, tehát semmi nem garantálta senkinek sem a, a biztonságát. Tehát, hogy mondjuk ma az egyiket, holnap lehet, hogy őt vádolják meg valamivel, és akkor, akkor én úgy tudom elképzelni, hogy, uh -huh. hogy ezek, akik, akik így nem tudom, nagyon buzgók voltak ezekben a perekben, inkább így a saját bőrüket feltették, De ez nyilván nem mentség. Igen, lehetséges. Érdemes még pár mondatban megemlíteni a Tata bányai tragédiát, ami az ország legsúlyosabb bánya szerencsétlensége volt, és 81 halálos áldozatot követelt. A mai napig egyébként nem tisztázott, hogy pontosan mi válthatta ki a robbanást, viszont az biztosan mondható, hogy nem a bánya szakemberi vádolhatóak a tragédiával. Ennek ellenére három embert vettek őrizetbe, és sok év börtönbüntetést kaptak. A vizsgálati anyagból viszont látszódik, hogy nem is a tényleges tragédia miatt esett rájuk a választás, hanem politikai beállítottságuk miatt. Egyiküknek azt róták fel, hogy Cistercita gimnáziumban járt, klerikális beállítottságú, valamint ahogy a vádirat fogalmazott, demokráciellenes. ellenes. Másikuk a világháború kiemelkedően teljesített, és segítette, hogy a bányásokat termeljen az országnak, a harmadik személy pedig a vitézi rend várományosa volt. A vádiratból egy rövid idézet. Mindhárom vádott a horti rendszer olyan képviselője, aki a felszaporulás óta eltelt hat esztendő semmit sem változtatott. Nem hatott rájuk a magyar munkásosztály hősies munkalendülete, változatlanul gyűlölik a munkásosztályt, és a munkások életét nem becsülik. Munkájukat mindhárman bűnösen hanyagul, és a dolgozó nép országépítő munkája iránti alattomos közömbösséggel folytatják. Hát igen, itt igazából én úgy gondolom, hogy az lehetett amúgy borzasztó itt a korembere számára, hogy ö, idegen országokból átvett eszmék jöttek, mentek, és ö, aki mondjuk a horti rendszerben mondjuk, nem tudom, elismert volt, az utána a rákosi rendszerben meg, meg pont, hogy nem tudom, én mondjuk gyanússá vagy, vagy, hát nyilván megváltozott a szél, szélirány, vagy hogy mondjuk, és ö, Hát, egy... mondjuk ez mindig így szokott lenni, csak nem ennyire szélsőséges. Hát jó, igen, tehát itt, itt te az a szélsőséges, és amúgy annyira, annyira utána erről, tehát itt tanulni is, meg olvasni erről, mert annyira ilyen, tudjátok, amikor így olvastok egy könyvet, vagy láttok egy filmet, és így felteszítek a kérdést, de miért? Tehát, hogy bármikor, amikor ez a korszak szóba kerül, így egy kicsit értetlenül, és ilyen elkeseredetten olvasok róla mindig valamint, hogy de miért? Tehát, hogy ez annyira ilyen érthetetlen volt, és annyira ilyen, nem tudom, nagyon sajnálom azokat az embereket, akik ebben a korban éltek, mert borzasztó lehetett úgy, úgy élni, hogy ilyen totális bizonytalanságban. Tehát mondjuk a kettek bányomérnökként is, hogy tanultál bányamérnöknek, mondjuk lehet, hogy szerette is a munkáját, az embereket, akik együtt dolgozott, és aztán történt valami, vagy akár nem is kellett történjen bármi, és akkor nem tudom, e, halálra ítélték, ez annyira szörnyű. Tehát így ez így, nem tudom, hogy lehetett így élni. Biztos, hogy borzasztó, ilyen állandó félelmettől kell képzelni, meg ez a besúgó rendszer is borzasztó, hogy senki nem bízik sem, senkiben. Totál ilyen szürreális, ilyen sötéten és ez az egész korszak számomra. Igen. Visszatérve, Tata Bányán egy olyan Esztó Zoltán nevű bányamérnököt ítéltek el, aki ellen az egyetlen felhozható bizonyíték a Szabó az volt, hogy írt egy több pontból álló szatirikus iratot, aminek az volt a címe, hogy a racionális munka alaptörvényei. Igen, talán ez a viccesebb oldal ennek a, ennek a bányászaktás adásnak ez a kis epizód. Igen, idézzünk belőle egy kicsit, hogy lássátok, hogy milyen pontjai voltak ennek, a, ennek az iratnak. Negyedik pont. Munka közben vett figyelembe, hogy hülye vagy, de még nálad sokkal hülyébbek is vannak. 5. pont. A kellő szakmai alapokon nyugvó műszaki blöff több órás munkát helyettesíthet. 11. pont. Nem mindenki tudós, aki nem beszél közérthetően, éppen ezért kérdezz meg, ha valamit nem értesz, hát ha azt se tudja, ki mondta. 15. pont. Minél hülyébb a kérdés, annál hülyébben válaszolj, nehogy félreértsék. Sajnos ezt úz volt ennek ez a megtalált pamfletje, mert már, már elegendő volt ahhoz, hogy megvádolják azzal, hogy úszította a társait a terv teljesítés ellen, így el is, el is tudták őt ítélni. Pedig egyébként egész jó pof ez a, ez a kis irat. Igen, ez a párpontból álló kis pamflet, ez tényleg olyan, hogy így bár melyik munkahelyen még ma is megállna a helyét ezek a kis bohokás ő pontok, szóval, hogyha valakit ez érdekel, akkor keressen rá Esztó Zoltánnak a szatirikus iratára. Jó, és egyébként tudom, tudom, hogy mindig azt mondjuk, hogy szeretnénk kerülni a, az aktuál politikát, de nekem most megint eszembe jutott egy aktuális párhuzam, mégpedig Halljuk. a, mégpedig a tanár esete, mm -hmm. akit ugye mindenféle szankciókkal súlytottak azért, mert csinált egy vicces videót, tehát hogy ez a, az abszolút a kategória valaki viccel egyet, és oké, okay, lehet, hogy nem mindenkinek vicces, de ez a büntessük meg azért, mert, mert poénkodni. Szóval nekem egy kicsit most így hirtelen ez be, hogy uh -huh. azért az jelenség sajnos még mindig megvan kis hazánkban. Bizony. Na, sikerült egy kicsit megint negatívnak lenni. <laughs> az öt éves terv másfél éve tartott, amikor rájöttek arra, hogy nagy problémák lesznek, hiszen nem fogják tudni tartani az előre kitűzött célokat. Ahogy már korábban említettük, a másik fő probléma a szén minősége volt, ami elmaradt az elvártaktól. De ez annak volt köszönhető, hogy nem fektettek elég energiát és pénzt a felkutatásra és a fejlesztésekre, mindenhol csak a gyors eredmények voltak a fontosak. A probléma adott volt, ismét bűnbakokat kellett megkeresni hozzá, akik szintén a bányamérnöki elitet képviselték. Az AVH célja az volt, hogy Varga Béla és a másik hét gyanúsított pere klasszikus kirakat per legyen, azaz előre meghozott ítéletekkel, megbízható ügyészekkel és a sajtó megjelenésével ő ezt végre, de ismét Közbeszóltak a bizonyítékok hiánya, így nem merték nyilvánosan megtartani a tárgyalásokat, hiszen nem volt elég bizonyíték, és így féltek attól, hogy mi lesz, ha nyilvánosan tartják ezeket a tárgyalásokat. Pont ezért volt fontos, hogy megfelelő tanúvallomásokat tudjanak kicsikarni a vádlottakból. Egy idő után pedig már fontosabb volt a vádlottaknak a bűnösségük beismerése, mint magának a szabotásnak a bizonyítása így ettől fogva egy brutális kivallatásnak vetették alá őket, hogy a perben azt vallják, amit ugye a vádlók hallani akartak. Pontos feljegyzések vannak arra, hogy az éjjel-nappali kihallgatások milyen gyakorisággal folytak. A legdurvább hetekben átlagosan naponta 8-10 óra vallatás történt, de az is előfordult, hogy egy nap 16 órán keresztül vallattak valakit. A főként éjszakai kihallgatások után nappal nem engedélyezték az alvást, ami igazán megviselte a vádlottakat, főleg ha figyelembe veszük, hogy a kihallgatások során egyenesen mozdulatlanul kellett állniuk. Ha valaki elaludt, akkor vizet locsoltak az arcába. Rendszeresen szabtak ki több napos sötét zárkákat, valamint minden cellába fogdaügynököket helyeztek el, hogy segítsék az AVH munkáját, és minél több információt megtudjanak az illetőkről. Érdekesség az, hogy a fogdaügynökök nem egyszer kérték áthelyezésüket, mivel szellemileg nem érezték egyenrangúnak a velük egy helyiségbe tartózkodó és inkább próbálkoztak könnyebb esetekkel. Az AVH leírása alapján az volt a jó fogdaünnök, akinek jelentései alaposak voltak, a vádlott előtt tekintét tudott magának biztosítani észrevétlenül képes volt irányítani, és váratlan helyzetekben is jól fel tudta magát találni. A vallatunk egy másik trükkje a szembesítés volt, amikor az egyik letartóztatott hát talált a másiknak, és hallotta azt, hogy miként vallott róla a másik vádlott. Ugye nem kell hozzá a nagy kreativitás, <coughs> hogy rájöjjön a vádlott, hogy az egész csak meg van rendezve, és a másik vádlott gyakorlatilag csak felolvas egy előre megírt forgatókönyvet. Gyakran viszont az is előfordult, hogy a családtagékkal zsarolták meg őket, és azt helyezték kiletes, hogy a családjuk tagjai elveszítik az állásukat, és ki telepítve, és akár még rosszabb is. Péter Gábor leváltásával és Stalin halálával 1953-ban megváltozott a kirakat per eredeti iránya. Az állam gyakorolt némi önkritikát és burkolt nyugyan, de beismerte a tévedéseit, ennek ellenére a vádlatokat elítélték, de ténylegesen letöltető büntetést csak néhányan kaptak, hiszen már így is több mint másfél éve fogva tartották az embereket ártatlanul, amit így bezudtak számítani a büntetésbe. A most elhangzottak adtak egy kis ízelítőt abból, milyenek voltak a rákosi korszak perei? de akiket érdekel ez a téma, és könnyen emészetű formában szeretnének megismerkedni a korral, és az akkori helyzettel, azok mindenképpen olvassák el Galgóci Erzsébet, Vidravas című könyvét. Ebben a könyvben a Maort Per érintettjeit, húsfér embereket ismerhetünk meg közelebbről, és az ő szemüvegükön át láthatjuk a rákosi korszak borzalmait. A Maort a magyar-amerikai olajipari RT-nek a rövidítése. Ez egy hatalmas vállalat volt, mely az akkori amerikai legnagyobb olajipari cégnek volt a leányvállalata, így a megszerzése is nehezebb volt az állam számára. A külföldi cég olyan konstrukcióban működött, hogy a kitermelés 15%-át adta a magyar államnak, a többivel önmaga rendelkezett. Ahhoz, hogy megszerezzék a céget, ahhoz egy hatalmas szabotáspert kellett rendezni. A főgyanúsított a már nyugalmazott pap Simon volt, aki nemzetközileg is elismert kutató volt, több tucat ország kőolaj kutatta fel, de ez nem hazotta meg igazán az államgépezetet. Pap Simont halára ítélték, ami egy egészen megdöbbentő dolog. Mai szemmel nagyon nehéz elképzelni, hogy egy államosításra szánt cégvezetőjét Uh, ugye halára ítéljék. Végül módosították az ítéletet életfogytiglani börtönre. De nekik ennyi nem volt még elég, hiszen pap Simon akkora szaktekinté volt, hogy őt még a börtönben is dolgoztatták, különböző olajipari terveken, sőt a recski munkatábor vízellátását is az ő tervei alapján készítették el. Egyébként itt még annyit tennék hozzá, hogy ez a pap Simon, akiről beszélünk, ő addigra már egy nyugdíjas ember volt. Tehát gyakorlatilag egy nyugdíjas emberről beszélünk, akit megvádoltak azzal, hogy milyen szabotást hajtott ő végre. Egy olyan embert, aki a területén egy, egy elismert, elismert ember volt, rengeteget tett az közérdekében igazából a munkájával, és így élte alkunyán, ítélték el. Tehát, hogy ez is egy egészen megdöbbentő dolog. Nyilván, nyilván ez nagyon méltatlan hozzá, és, és ez hát, ugye az, hogy, hogy azért nyilván nem egy elismerés, de hogy azért mutatja, hogy az, hogy dolgoztatták, úgy a börtönben, tehát, hogy így igényt tartottak az ő munkájára, az meg egészen, egészen pofátlan, hogy, hogy azért így igénybe vették az ő, az ő tudását. Igen, egyébként az itt elhangzott perekről és a szabotás perekről mindig az, hogy, hogy szinte az összes szemét dolgoztatták ő a börtönben, amellett, hogy vallatták is, közben tőlük elvárták, hogy a munkájukat ugyanúgy, vagy a kutatásukat ugyanúgy folytassák, mint hogyha semmi nem történt volna. Úgyhogy zárásként szeretnénk felolvasni Pap Simon vallomását, amit a per során elmondott, és ebben talán benne van minden, ami a bányász aktákat jellemzi. Ott vannak a nonsens indokok, a megfélemítés és a beismerés egy egészen kifacsarodott formában. Beismerem, hogy bűnös vagyok, és az olajtermelés mesterséges csökkentésével a népi demokratikus államrend megdöntése volt a célom. Beismerem, hogy reakciós tisztviselő voltam, és teljes mértékben áll rám az, amit Lenin a diplomás lakályokon mondott. Az államvédelmi hatóságról, az András út 60-ról szerzett benyomásom jobb, mint bármi, amit remélni lehetett. A bánásmód határozott volt, de nem durva. A tisztek úriemberhez illő módon viselkedtek velem szemben, és mindent megtettek, hogy ott létem, amennyire lehetséges, kényelmes legyen. Hálás vagyok a tiszteknek és helyetteseiknek kedves bánásmódjukért. Semmiféle fizikai vagy szellemi kényszert nem szenvedtem. Még egyszer kijelentem, sajnálom, hogy működésemmel a magyar nemzetgazdaságnak kát okoztam. Bűnömet mélységesen megbántam, és kegyelmet kérek. Hát azt hiszem ebben a vallomásban gyakorlatilag minden benne van, hogy... Ah, ez nagyon Mert, hogy nyilván én, egy, én úgy képzelem most, hogy egy ilyen, egy ilyen egy idősebb, idősebb, egy értelmiségi ember megtörtés és, így ezt a szájában adott mondatokat elmondta, ha egyáltalán elmondta. Már hogy értettem? Hát, hogy én ezt is el tudom képzelni, hogy most egy valomást hamisítottak, tehát most nem, mert ő ezt elmondta de jó, a tárgyaláson. Én... Jó, akkor elmondta, de szegény. Most az annyira szörny. Jó, de én most azon dolgozom, hogy aki mondjuk nem a, az államnak a nem tudom, a csicskása, az mondjuk elhiszi azt, hogy valaki ezt mondja az András út 60-ról, hogy ott a világ legjobb pajtásai dolgoznak együtt, és milyen jó volt ott lenni? Hát ezt kötve hiszem, hogy ez bárki elhiszi. Jó, hát jó, szóval, mert ez én nem is gondolom, hogy Sokat hozzá kell fűzni egyébként. Azt hiszem, ez mindenki érzi, hogy ez egy hatalmas kamú, és, és hát nyilván szájába adták, vagy megírták vele, hogy... Vagy... Ah, nem tudom. Szeretnénk pozitívan lezárni ezt az adást, igazából így valamennyire mindig törekszünk erre. Hát itt a legnagyobb pozitívum az szerintem, hogy ennek az időszaknak is vége lett egyszer. <laughs> és, és már nincsenek ilyen dolgok, de hát kb. így ennyi. Hát igen, a kádár korszak bezeg mennyivel jobb volt, mint igen, a rákosi. a gulyás kommunizmus felváltotta ezt az időszakot. Hát igen, érdekes a magyar politikai élet, meg a történelem, úgyhogy kíváncsiaknél, hogy még egy száz év múlva mit fognak gondolni az akkori emberek. Szóval most lezárjuk a témát, és köszönjük szépen, hogy hallgatatok minket, és reméljük, hogy tetszett az adás. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlen gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcast és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!